Szeretettel köszöntök mindenkit itt a Kőt Színháznál. A város egyik turisztikai látványosságává nőtte ki magát a városnak ez a helyszíne itt a Nagy Erdőn. Olyannyira, hogy most már azt is elmondhatjuk magunkról, hogy a világ bármelyik pontjáról lehet látni Debrecennek ezt a részét. Nem tudom, hogy mennyire vették észre. Itt van egy webkamera, amely lehetővé teszi azt, hogy a város honlapján keresztül három helyszín, a Nagy Templom, a Békástó és a Kőt Színház környezetét meg lehessen nézni, meg lehessen látni, lehessen látni bennünket, vagy a Kőt Színház produkcióit a világ bármely részéről. Büszke vagyok arra, hogy a városnak ez a része ilyen szépen fejlődik. Ugye most ez egy építési terület is egyben, hiszen a Campus Fesztivál építési munkálatai közepette vagyunk. De a ma este szeretnénk elindítani és bemutatni azokat a filmeket, amelyeket, ahogy ezt Aurél említette, egy pályázati eljárás keretében fiatal debreceniek készítettek. Az elmúlt években gyakorlatilag szakavatott kezek, szakértői kezek készítették azokat az animációs filmeket, amelyeket itt a Kőt Színház kötfüggönyén láthattunk nyár esténként. És az az ötletünk támad, hogy nézzük meg, hogy a 25 év alatti fiatalok nem feltétlenül kell, hogy debreceniek legyenek, akár itt tanulhatnak, vagy gondoljanak valamit, szeressék a várost, gondoljanak valamit Debrecenről, mutassák be azt, hogy milyennek látják Debrecent. 1944. június 2-a, Nagy Állomás. Elnézést, mi történik itt? Üdvözöljük az idővillamoson. És akkor ezzel most bárhova tudunk utazni? Akkor legyen Nagy Templom, Kossuth! 1849. január 13-a, Nagy Templom. De ha a nemzettől kívánják, hogy halljon meg, nem volna egy gyávább, alávalóbb, nyomorultabb a féreg, néha azt mondaná, meghalok. Előbb megkísérti védelmezni magát, hisz ha elvés sem történhetik rosszabb, mint hogy meghaljon. De jobb, történhet. A halál, melyet itt elénk beszabnak, bizonyos. De mely a harc végén ránk vár, nem bizonyos, mert van Isten az égben, s a nemzetben erő. És ha élni akar, élni fog. ...2025 Nagyerdei strand. Thank you.